Az eset akkor történt, amikor a férfi több munkatársával egy telek megtisztításán dolgozott. A traktorra szerelt gép ekkor rántotta be a kezét. Én nem tudtam, milyen munkára hívja őket. És akkor mentek is úgy, hogy lányok, fiúk segíteni, de nem telt bele 10 perc. Akkor már jött egy fiatal srác, és akkor szaladtak gyorsan. Utána jött a mentő, aztán jött a rendőrség, és a szomszédnénit kérdeztem meg, hogy mi történt. És akkor ő mondta, Béla bácsi, hogy baleset történt, mert hogy valami fűrészgép levágta, vagy elvágta a kezét ennek a fiatal embernek. A fiatal férfi már semmit nem tudott tenni. A gajdaráló pillanatok alatt felaprította a kezét. Hátul kapáltam, és hallottam azt a nagy rikácsolásokat, a női sivalkodásokat. Arra néztem a hang fele, akkor hallottam a hangot, hogy állítjátok le gyorsan a traktort. Akkor már gondoltam, már láttam, hogy vágják, darálják össze azt a rossz gajakat, hogy valami baleset történhetett. Följöttem ide, és látom, hogy ott vannak kint ezek a ismerősei, a munkásai. Aztán csak oda évett a fene. Azt akkor hallottam úgy tisztábban, hogy a gajdaláról elkapta a kezét. A helyiek megdöbbentek, amikor a sikoltozást hallották. Azt mondtam neki, hogy szorítsátok el itt az ütőeret, mert nagyon vérzett neki. Aztán a tulajdonos, aki a házvezetővel lakik, az telefonált a rendőrségnek, a mentőknek, a helikopteresnek, nem tudom, azt ő telefonált, én már az is itt volt. Kihozták ide a út mellé egy székre, de már akkor egy kókadozott, mondom, szorítsátok el a kezét. A szerencsétlenül járt munkást a munkatársai tartották életben, a rendőrség pedig nyomozást indított.